Busa Gabriella. Sokan most úgy ismerik, mint a TV2 csatornán futó Exatlon Hungary legutóbbi szériájának győztese. De Busa Gabriella emellett háromszoros kickbox világbajnok, ráadásul civil foglalkozása sem éppen civil, hiszen gazdasági nyomozóként dolgozik. Elég bevállalós tehát, gondolhatjuk, így a sportkrém stábja elhívta Lupatóra egy kis flyboardozásra. Nagyon fontos, hogy egyenes legyen a derekad. Hogy abban a pillanat, hogy előre hajolsz, a felső testnek van egy súlya, az mindig előre fog húzni téged. Jó? Tehát mint a talajon állsz, így nem így megyünk az utcán, ergo rajtálsz a talpadon. Bármerre mehet a tömlő, bármilyen... Először én majd még szeretnék először megállni, és utána ez a második lépés, ha menni. Úgy haladsz előre, hogy nem elhaladsz a jettől, tehát engem mindig láss. Ha engem mindig látsz, akkor vagy oldalt vagyok, bal vagy jobb oldalt, vagy előtte. De soha ne legyek a hátad mögött. Ha hátad mögött vagyok, akkor húzni fogsz. Jó. Az meg kihúzza a cső a lábadat, oké? Okay? Szerintem többet teszek a vízbe. Az extrém sportok tőlem teljes mértékben távol állnak, meg én nem szeretek kimozdulni a komfortzónámból. Nyilván erre jött egy exatlon, ott mindenféle ilyen tengerparti extrém élményekben volt részünk, és ott is volt ugye már egy flyboard, amit én nagyon élveztem, és meglepően jó volt, hogy azt hittem, hogy tök béna leszek, és nem is fogok tudni felállni se, úgyhogy volt ott is sikerélményem, úgyhogy azért mondtam igent a flyboardra, mert reméltem, hogy ez az ott szerzett tapasztalat visszajön majd. Októberben vége lett a VB-nek, és novemberben kaptam egy megkeresést, hogy TV2-től keresnek, és hogy keresik a bajnokokat az Exatlonba. Úgyhogy ha érdekel, akkor beszéljünk személyesen. És innen indult az egész, én egy kicsit ott is így kételkedtem, hogy ez biztos, hogy kellene nekem, hogy ez így jó, vagy nem, és a törpe, a párom, ő mondta, hogy de persze, menjél el egyáltalán csak megbeszélni, milyen ez, mit várhatunk, mi lesz ebből, és akkor elmentem egy személyes megbeszélésre, ahol ott volt Palik Laci is, utána volt egy ilyen tesztpálya, amit mindenkinek le kellett futnia, és utána hívtak egy pár nap múlva, hogy jó, akkor benne vagyok az utazó csapatban, és december 25-én irány a Dominikai Köztársaság. Tényleg megtanultunk értékelni olyan triviális dolgokat, hogy meleg víz van, és tudsz meleg vízben füldeni, hogy asztalhoz tudsz leülni, mert ugye nyilván ezek nem voltak meg a faházban. Három pólunk, három nadrágunk volt, és igazából 5 hónapot kihúztunk ennyivel. Nyilván azért extrém körülmények között voltunk, tehát nem kellett elmenni sem étterembe, sem moziba, sem így megjelenni, de tényleg kicsit így az embernek meg kell állnia, és boldognak lenni, és örülni annak, ami van. Gazdaságvédelmi területen dolgozok, és a mi ügyeinknek az a specialitása, meg a sajátossága, hogy mi akkor hívjuk már be a gyanúsítottakat, amikor tényleg szinte minden bizonyítékot begyűjtöttünk. Tehát nem nagyon fog tudni újat mondani az ember. Ellenben egy életellenes bűncselekménnyel, ahol tényleg megtörténik az adott cselekmény, és akkor egyből kell, hogy kihallgatásokat megkezdjük. Nyilván nálunk van idő beszerezni tényleg az összes minden létező dolgot, kihallgatni az összes tanút, aki akár érdemben bármit is tudhat a dologról. Úgyhogy ott már nem nagyon tud nekünk meglepetést okozni a gyanúsított.
Nyilván azért ez is ügy meg emberfüggő, de mi már viszonylag felkészülten állunk a kihallgatásokhoz. Ha még többet szeretne megtudni Busa Gabrielláról, akkor keresse vele készült interjút a Nemzeti Sport pénteki számának Sportkrém című mellékletében.